A gyulai általános iskolások műsorával kezdődött meg a gyulai falunap, amire a borús időjárás ellenére többen kilátogattak. Ilyenkor a délelőttet a sportrendezvények és a főzőverseny tölti ki, amit a kulturális programok követnek. Gyulai polgármestere azt mondja, azért rendezik meg minden évben a falunapot, mert ez összehozza a település lakóit. Azért rendeztük ezt az egész napot, hogy tényleg itt az embernek legyen egy kis szórakozásuk, kikapcsolódásuk. Most az időjárás kicsit délelőtt beleszólt ebbe, de most a délután úgy nézem, hogy talán velünk lesz most már az időjárás, és szerintem egy nagyon jó napnak fogunk elébe nézni, és a záráskor is tényleg tudjuk zárni, hogy kiválóan sikerült ez a nap. A falunapon osztják ki azokat a tanulmányi ösztöndíjakat is, amiket a hátrányosabb helyzetű diákok kapnak meg. Az idei esemény különlegessége az volt, hogy nem csak általános iskolások kaptak támogatást, hanem egy középiskolás is. A gyulai falunapon összesen 11 diák kapott segítséget tanulmányaihoz.